Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Ez itt a Fehérvári Beszélgetések, ahol a mai este folyamán Hajdú Szabolccsal beszélgetek, aki 1956-ban kénytelen volt elhagyni az országot, de 15 évvel ezelőtt hazaköltözött, és azóta Pázmándon él, az ottani közösséget erősíti és építi. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, kezét csókolom! 62 évvel ezelőtt ön 20 éves volt, akkor volt az 56-os forradalom, akkor kezdődött október 23-án. Mi minden történt önnel azon a napon? Húha, ezt nagyon nehéz lenne elmondani röviden, mert rengeteg minden. Én délután 20 éves koromban tulajdonképpen, mivel nem vettek föl a műegyetemre, egy ilyen annak idején a érettségizettek számára csinált, 55-ben csinált ilyen műszaki iskolába tanultam, esztergályos tanulóként, és akkor már ki voltam helyezve a Lövőház utcai Ganz villamossági gyárba, még nem felszabadult vagy végzett szakmunkás, hanem gyakorló, mert még lett volna cirka egy jó fél év, talán még több is a szakmunkás vizsgáig. Ami hát nem jött össze, mert ugye közben jött 56 a maga világfordító eseményeivel, amiben hát mondjuk azt, hogy az elejétől a leveréséig végig részt vettem. Úgyhogy október 23-án délutános lettem volna, délután 2-re kellett bemennem dolgozni, de már éppen beöltöztem az olajos munkaruhámba, amikor jött valaki és jelezte, hogy a BEM téren tüntetés, illetve valamilyen demonstráció vagy valami lesz. Tehát akkor onnan értesült róla, hogy jött egy ismerősem önhöz, és hát ő mondta. Valamelyik munkatársam, mert mit tudom én, ott többen voltunk, oda kihelyezett ilyen velem egykorúak, aki együtt is végeztük mondjuk ezt az első évet ebben a műszaki intézetbe, úgyhogy ismertük egymást, és akkor ő lelkendezve jött, hogy itt valami lesz. Hogy mi lesz, azt nem tudtuk. Senki nem tudta. És akkor azonnal elindult? Hát egy kis varga betűvel, mert gyorsan hazarohantam, én a Lövőház utcában nőttem föl, ami tulajdonképpen hát a gyárnak a másik oldalán laktunk, és akkor gyorsan a zsebembe dugtam egy kis piros-fehér-zöld zászlót, és azzal mentem ki a BEM térre. Mert hogy volt otthon zászló? Tessék? Annyira egyértelmű volt, hogy volt otthon zászló, amit csak elő kellett venni? Hát ez egy megint hosszú történet lenne, annak megvan a maga története, ami legalább ugyanolyan izgalmas, de ez el volt dugva, ez a kis zászló, amit én zsebre tettem, nem volt rút hozzá, illetve lett volna, de azt nem mertem vinni, mert mit tudtam én, hogy mi lesz ebből. Úgyhogy ezzel a zászlóval a zsebembe mentem ki a BEM térre. Aztán valaki, mikor mentünk át a BEM térről a Kossuth Lajos térre, egy nálam jóval magasabb ember elkérte tőlem a zászlót, mondva, hogy ő jóval magasabb, és ő magasabbra tudja tartani. Úgyhogy akkor odaadtam neki, és azóta se kaptam vissza ezt a kit. De különben ekkora volt így cirka, nem volt egy olyan nagy zászló. De mondjuk ennek a tömegnek, tehát amely annak idején a BEM térre igyekezett, nem volt zászlója. Nem voltunk mi kistafírozva, mert senki nem készült arra. Azt se tudta, hogy mi lesz. Egészen addig, amíg mondjuk jóval később, azt hiszem 3 óra után, délután, vagy talán 3:30 lehetett, amikor a BEM térre megérkezett a műegyetemistáknak a csapata, akik már zászlóval, meg jelszavakkal, meg ilyesmivel felszerelkezve jöttek, tulajdonképpen tízesébe egymásba karolva, tömött sorokba. Hát a későbbi apósom rendezte tulajdonképpen őket, mert ő volt a Műszaki Egyetemnek a katonai tanszék vezetője, akit aztán először életfogytiglant akartak neki adni, aztán utána ült egészen 63-ig. De akkor én nem tudtam ő róla, ő meg nem tudott én rólam, úgyhogy ez mondjuk későbbi fejlemény. És akkor megérkeztek a BEM térre, a magasabb férfinál lett az ászló, és aztán nekem meg nem maradt semmi.
Hát igen, tulajdonképpen nagyon sok minden történt. Énekeltük a Kossuth nótákat, meg mit tudom én, vártuk, hogy történjen valami, még mielőtt az egyetemisták megérkeztek, mert aztán a BEM szoborra fölkapaszkodva, ott volt valami kihangosító kocsi, akit senki nem hallott, mert a tér másik oldalán volt, na de akkor már annyian voltunk, mint a szardiniák a dobozban, jóformán meg se lehetett moccanni. De a BEM szoborhoz föltolták, ha jól emlékszem, Veres Pétert, és most nem tudom, azt hiszem, talán Besenyei Ferenc a színművész tavalt el a Talpra Magyart. A Péter bácsi, ahogy akkor hívták, a Nemzeti Parasztpárt elnöke volt, a Veres Péter író, az is mondott valamit, és akkor utána jött ez, hogy akkor menjünk át a Kossuth térre, ahova már, ha jól emlékszem, több mint 200 ezer ember tódult át. Ugye először mi jöttünk ide a BEM térre, aztán a Pestről jöttek a pesti egyetemisták, meg akik hozzájuk csapódtak, vagy ebben az időben már vége volt a munkaidőnek, úgyhogy rengeteg ember csak leszállt a villamosról és csatlakozott. Idefele jövet is, meg visszafele jövet is, úgyhogy rengetegen voltunk. A BEM téren született meg tulajdonképpen a 56-os forradalom szimbóluma, a lyukaszászló, mert amikor kidugták a Rákosi címerrel díszített magyar zászlót a követelésünkre a külügyminisztérium épületére, akkor elkezdtük kiabálni, hogy valaki elkiáltotta, hogy mindenki persze átvette, hogy vágják ki a címert. Hát kivágták. Innen ekkor született a lyukaszászló. Egy másik érdekessége volt a BEM térnek, a nagy várakozás közepette, meg ugye énekeltük, ahogy mondtam, a Kossuth nótát, meg ami éppen eszünkbe jutott, katonanótákat, meg ilyesmit. A tér, hogy is mondjam, a Dunától ellenkező oldalán volt ugye a régi Radecki laktanya, ez volt a BEM laktanya, ami egy katonai laktanya volt, tele katonákkal. A katonák először kíváncsiságból megszállták az épület ablakait, és nézték, hogy mi történik ott lent a téren. Amikor nyilvánvalóan a tisztek elparancsolták őket onnan, úgyhogy az ablakok bezáródtak. Viszont nem sokkal később feltolták a háztetőn a cserepeket. Voltak katonák, akik fölmásztak nyilvánvalóan a padlásra, és a föltolt cserepek közül próbáltak kikukucskálni, hogy mi történik és hogy történik. Úgyhogy ott volt, aki onnan nézte végig. Hát innen aztán átkerültünk a Kossuth térre, most meg kénytelen leszek rövidre fogni, mert túl sok minden történt, és túl kevés az idő az egészet előadni. De hát a Kossuth téren rengeteg várakozás után, ahhoz, hogy eltakarodjunk onnan, megpróbálták a népet elzavarni azzal, hogy kikapcsolták a közvilágítást, tehát kialudtak a fények, és teljes sötétség volt, ez már lehetett olyan este 7 óra körül, október 23-án már elég korán sötétedik, amikor a nép egyszerűen a felejthetetlen látvány volt, amikor a tér egyszerűen lángba borult. Az emberek előszedték a zsebükbe lévő aznapi újságot, Szabad Népet, Népszabadságot, meg bocsánat, Népszabadság, nem Szabad Nép volt, meg Népszaba, meg esti valami pesti újság, vagy mit tudom, én nem emlékszem már mindegyikre, de lángba borult az egész tér. Hát ennek vége lett, és akkor elkezdtük követelni, hogy oltsák el a parlament tetejére, a legfőső csúcsára fölállított éjjel-nappal égő vörös csillagot. Hát most ez egy hangorkány volt, mert amikor 200 000 ember követel valamit, az a falak is megremegnek, úgyhogy előbb-utóbb kikapcsolták a vörös csillag világítását, ami a számunkra egy hatalmas győzelemnek tűnt, hogy hát ezek azt csinálták, amit követeltünk. Követeltük Nagy Imrét, hát őt is szerencsétlen végül odahozták valamikor, mert nem tudom az időpontot, de kirakták egy ilyen kis, amikor szembeállunk a parlamenttel, a Kossuth Lajos téren, akkor az első emeleten, itt a jobb oldali, van egy kis balkon, oda kirakták, de nem lehetett, nem volt kihangosítás, és nem lehetett hallani semmit, mert meg sötét is volt. És akkor valaki hozott egy ilyen irodai
íróasztali lámpát, és azzal próbálták megvilágítani, amikor ugye nagy nehezen megszólalt Nagy Imre, és mondta, hogy elvtársak. Na erre 200 000 ember ordította vissza, hogy nem vagyunk elvtársak. Akkor gyorsan változtatott, és ha jól emlékszem, azt mondta, hogy barátaim. Aztán mondott még valamit, amire már senki nem figyelt oda, de hát ezzel mondjuk többé-kevésbé befejeződött a Kossuth téri, legalábbis az én Kossuth téri szereplésem, hogy aztán a többiek mit csináltak, azt nem tudom. Én onnan kerültem el a rádióhoz, ahol aztán már, hogy is mondjam, megtörtént a tűzkeresztség. Az, amíg egy icipicit várjunk, csak arra lennék kíváncsi, hogy amikor oda keveredett a BEM térre, akkor mit gondolt, hogy mi lesz ebből, miért maradt, miért ment át a Kossuth térre, mi volt önben, hogy miért érdemes ott maradni, és hogy nem voltak önben kétségek a nap kimenetelét illetően? Hát nem kétség volt az emberben, hanem kíváncsiság, hogy az egyik oldalon az, hogy most nem kihajtva megyek, hanem önként tüntetni, mert ugye azelőtt április 4-ére, május 1-ére, meg az összes apró szentnek, a mit tudom én milyen ünnepére, az iskolából, meg a munkahelyekről kötelező volt kimenni, tüntetni, ahogy azt hívták abba az időbe. És akkor kapott az ember egy, mit tudom én, egy vörös zászlót, vagy egy transzparens, vagy egy, mit tudom én, vörös csillagot, vagy akármit, ami a legnagyobb átok volt, mert ezzel utólag el kellett számolni. Tehát ott nem lehetett meglógni. Aki egy ilyet kapott, az kénytelen volt végigszenvedni az egészet A-tól Z-ig, mert vissza kellett vinni, mert ugye a nevére kapta, hogy neked volt ez, meg az hol van. Aki nem kapott ilyet, az, amikor valami nagy szentséges ünnepség volt, például az Internacionálét énekelték, akkor mindenkinek vigyázva kellett állni, akkor meg lehetett lógni. Na mindegy, ide erre nem volt szükség, a Kossuth Lajos téren mindenki önként ment, és önként volt ott, és maradt ott. És a szabadság érzése az volt, hogy is mondjam, nem tudom egy később születettnek ezt elmagyarázni, vagy elmondani, hogy milyen érzés volt az, amikor addig az ember állandó rettegésbe élt, tehát óvatosan szólalt meg körülnézett, hogy nincs-e rendőr, vagy nincs ávós, vagy nincs besugó a környéken, teljesen mindegy, hogy milyen. És megdöbbentő módon abban az időben, tehát az 50-es években annyi volt a politikai vicc, mint soha azelőtt és soha azóta. Az egyik jött a másik után. Az, hogy aztán, ha valaki meghallotta, hogy olyan volt, és elvitték ezért az embert, az egy dolog. De az egyén, hogy is mondjam, szabadságvágya jelentkezett ezekbe a viccekbe. Erről, arról, amarról, most teljesen mindegy, hogy mi volt Rákosiról, meg Sztálinról, meg az egész kommunista rendszerről. Hát ugye annak idején úgy kellett hívni a szovjet megszállást, hogy felszabadulás. Na erre mindenki felszabadulásnak hívta, és jó hosszú úval mondta, hogy felszabadulás. Na most ez is egy protestáció volt, egy tiltakozás, hogy na, de azért csak azért is kimondom. Tehát ugyanez munkálkodott. A szabadságérzés volt az, ami miatt elment a Kossuth térre. A szabadságérzés miatt ment el október 23-án. Nem, akkor tulajdonképpen a kíváncsiság, uh-huh. Hogy ebből most mi lesz. Na most egy nagyon lényeges mellékes esemény volt tulajdonképpen az, hogy előtte a 56 júniusban a poznani felkelés alatt lefogott lengyeleknek került volna sor a bírósági tárgyalásukra Lengyelországba. És az egyetemisták a lengyelek melletti, tehát a Lengyelország melletti szolidaritást jelezték, mint a tüntetésnek az egyik okát. Na most ez mindjárt egy nagy pozitívumot jelentett alapjába véve, mert valami felkelés mellett tüntettünk. Nem sokan tudták azt, hogy tulajdonképpen mi történt Poznanban. Én azóta többször voltam Poznanban, úgyhogy eléggé jól tudom, hogy őnáluk hogy mint folytak le a dolgok 56 júniusában. De ez megint egy olyan kapaszkodó volt, hogy itt a szabadság mellé állunk azzal, hogy
tiltakozunk a lengyelek elnyomása ellen és a lengyelek mellett. Hát azóta is a lengyel-magyar barátság él és virul, hála Istennek. És akkor vissza a 23. estéjére, tűzkeresztség, valami ilyesmi. Igen, hát tulajdonképpen az volt, hogy valaki jelezte, hogy menjünk a rádióhoz. A rádiónál arról lett volna szó, hogy az egyetemisták, ha jól emlékszem, 12 vagy 14 pontját követeltük, hogy olvassák be a rádióba. Hát nem olvasták be. Ehelyett, ha jól emlékszem, este 8 óra tájba a Kossuth Rádió közvetítette Gerőnek a beszédét, aki elkezdte szídni, fasisztázni, meg csőcselékezni a békésen tüntető magyarokat. Ez volt az egyik olaj a tűzre. A másik pedig, hogy előbb-utóbb a rádiót védő ávós egység elkezdett könyvgázgránátokat dobálni a nép közé, hogy feloszlassa a népet. De a nép akkor már úgy fel volt dühödve, én magam is, hogy senki nem ment el onnan, hanem elővettük először a zsebkendőnket, aztán odaraktuk az orrunk elé, a szemünkből patakzott a könyv, a házmesterek villámgyorsan hoztak vödröket vízzel telve, amibe bele tudta az ember mártani a zsebkendőjét, benedvesíteni, és úgy tette az orr elé, és ez egy fantasztikusan jó szűrő volt az akkor használatos könyvgáz ellen, úgyhogy ezzel nem sokra mentek az elfrásak, vagy az ávósok. Hát ez így egy darabig eltartott, amikor aztán olyan sűrű lett a Bródi Sándor utcába és a Polák Mihály téren, meg a Puskin utca torkolatába a megrekedt, tehát ugye a két-három emeletes házak közt ez a gáz, vagy füstgáz, vagy könyvgáz megrekedt, jó vastag bűz volt, füst. A rádió fő kapuját egy szakasz kék egyenruhás, tehát normális rendőr védte, akkor ilyen középkék egyenruhájuk volt a rendőröknek abban az időben. De ezek fel voltak fegyverezve, tehát géppisztoly, meg pisztoly, meg mit tudom én mi. Érdekes módon az akkori kommunista rendőrségnek nem volt gumibotja. Ezt később már a Kádárék kapták ajándékba a csehektől. De ekkor nem volt gumibotjuk, de volt géppisztolyuk, meg mit tudom én mi. De lényeg, ami lényeg, ezek ott szenvedtek ugyanúgy, mint a tüntetők, a gáztámadástól, amíg aztán nem bírták szusszal, és szépen lassan elmenekültek egyenként libasorba a Nemzeti Múzeum kertje kerítése mellett ki a múzeum körútra, ami tulajdonképpen lehetővé tette a felkelők, illetve, hogy is mondjam, a tüntetők közül a bátrabbnak azt, hogy a nyakukból leemelték a géppisztolyt, és ezek voltak az első fegyverek, amihez a felkelők hozzájutottak. Időközben az ávósok elkezdtek lőni az épületekből, tehát a Bródi Sándor utca, tehát a rádió épületéből és a sarkon lévő másik épületből, ami nem tudom, hogy az szintén a rádióé volt-e vagy sem, de mindegy, az ugyanúgy meg volt szállva. És hát voltak sebesültek, akiket aztán gyorsan elvittek valakik a különböző kapualjakba, aztán onnan a Rókus kórházba, vagy a Vas utcai kórházba, ami nem volt olyan nagyon messze. És mi meg nem tágítottunk. Illetve annak ez úgy ellenére, volt, hogy látta, hogy a közelben valakit lelőttek, meg sérült. Hát engem is lelőhettek volna, hogyha rám céloznak, de hát, hogy is mondjam, ez egy érdekes dolog, mert mi teljesen fegyvertelenek voltunk, de alapjában véve nem tágított jóformán senki. Aki esetleg, mondjuk így, hogy berezelt a szépen eloldalgott, senki nem törődött vele, de állandóan jöttek újak. Meg egy másik dolog volt, hogy akkor, amikor már az ember nem bírta a gáztámadást, akkor kiment friss levegőért a múzeum körútra, akkor ott egy darabig szívta a friss levegőt, és visszajött. És egy állandó ilyen jövés-menés volt a Bródi Sándor utcába, ami még ráadásul meg is volt rakva három vagy négy katonai teherautóval, amivel az ávósok kaptak erősítést, tehát ezek az ávósok leszálltak a teherautókról, és bevonultak valahol az épületet védeni. A nép pedig fogta magát, és fölgyújtotta a három teherautót.
ezek ott álltak, ahol most a jelen pillanatban az olasz intézet van, a Bródi Sándor utcában. Ez volt régen a parlament épülete, mielőtt a mai parlament megépült. Ezek ott álltak a járdán és égtek. Na most ez azt jelentette, hogy jó nagy lángok voltak, meg rettenetes füst, mert a gumi is égett. Akkor jöttek a tűzoltók, azok megpróbálták a három teherautót eloltani. Erre a nép szépen picskával kiszurkálta a slagokat, úgyhogy spriccelt a víz mindenfelé, hogy ne tudják eloltani a teherautókat. Mert a teherautók füstje egy bizonyos mértékig mondjuk úgy működött, mint a háborúban a köd. Tehát a katonák által történt ködösítés. És hát gondoltuk, hogy akkor nem látnak olyan jól az ablakban lévő hávósok, akik viszont igen gyakran megkapták ugyanazt a füstölgő könygázgránátot, amit ők kidobtak, aki ügyes volt, megfogt és visszadobta a nyitott ablakon, úgyhogy ők is szagolhatták a saját parfümüket. Hát ez így eltartott egy darab ideig, mondjam még tovább, mert ez hosszú. Fogott-e ön fegyvert? Szükség volt-e közvetlen harcra, hogy megvédje magát? Hát ebbe az időben nem. November 4-én igen. Mi történt? De az akkor? Már nem ott volt, hanem a szénatéren, de mondjuk ez egy másik történet. Mi történt akkor, hogy szükség volt erre, és aztán hogyan tudott elmenekülni? Hát az elmenekülés az november közepén történt, az egy megint már hosszabb történet, mert 3 napig tartott Budapestről Ausztriába eljutni, de ez most nem tartozik ide. Október 23-ának nem a menekülés a lényege, hanem az a fantasztikus felszabadultság, az az érzés, hogy szembe mertünk szállni az elnyomó hatalommal, ami úgy tűnt, hogy végtelen hatalma van, és azt csinálhatnak velünk, amit akarnak. Ha mindenki hallott már azóta Recskről, meg az internálásokról, kitelepítésekről, nem kell mondanom most ugye a TSS-ítést, és így tovább, és így tovább. Tehát az elnyomásnak a különböző megnyilvánulásai olyan méretűek voltak, hogy ez az apró békés felvonulás már felért egy felszabadulással, a szabadság érzésével. És az én véleményem szerint október 23-ának ez a lényege. Én mindig el vagyok keseredve azon, hogy manapság, amikor már lehet, nem október 23-ának ezt a pozitívumát ünnepeljük, hanem mindenki viszi a koszorúit és az áldozatokat, meg a hősöket, hogy is mondjam, gyászoljuk ahelyett, hogy ez egy ugyanolyan örömünnep, mint március 15-e. Itt a magyar nép kivívta a szabadságát, és ez a szörnyű elnyomó szervezet, az egész kommunista hatalom néhány órán belül megszűnt létezni. Ez egy akkora győzelem volt, hogy ezt tartotta életbe tulajdonképpen még november 4-e után is a legelkeseredettebbeket, akik végig harcoltak. Amikor én kimenekültem Ausztria felé, fegyvertelenül, még akkor is voltak olyanok, akik végig fegyverrel harcolva léptek át a határon, és a nyakukból adták át a géppisztolyt az osztrák határőröknek. El kellett, hogy menjen. 23-a egy ünnep. Egy kicsit megpróbálom összefoglalni az elmúlt időszak beszélgetését. És hazajött. Ebben a hármasságban tulajdonképpen mit gondol, hogy mi lehet az 56-os forradalom üzenete, illetve mit jelent az ön számára a hazaszeretet? Még nagyjából 2-3 percünk maradt. Nagyon röviden, 1956. október 23-a előtt én nem voltam büszke arra, hogy magyar vagyok. És ha csak egy mód lett volna rá, legszívesebben elmentem volna az országból. De október 23-a és az azt követő élmények olyan hatással voltak rám, hogy egy életre meghatározták a gondolkodásmódomat, a viselkedésmódomat, az egész életvitelemet. És amikor
november 4-én végső soron a Szénatéren szétlőttek bennünket, és aztán néhány napra még itt-ott voltak ellenállások, ugye talán a legutolsó volt Dunapentele, amit aztán szétlőttek az oroszok. Ez a, annak idején Sztalinváros néven szerepelt. És hát hozzá kell tennem azt, hogy minden egyébtől eltekintve engem besoroztak 20 évesen szeptemberbe. És azt mondták, hogy innentől kezdve tulajdonképpen a katonai törvények érvényesek rám. Na most, ha ez így igaz, és az ő véleményük szerint ez így igaz volt, akkor én lázadást követtem el, fegyveres ellenállásba vettem részt, tiltott fegyverviselést követtem el, és fellázadtam a szocialista rend ellen. Hát ez 4 halálos ítélet minden további nélkül. Na most nem azt mondom, hogy mindenkit fölkötöttek, de akit fegyverrel fogtak el, akire rá tudták bizonyítani, hogy harcolt, és a legtöbb büszke volt arra, hogy harcolt, nem tagadta, azokat mind kivégezték. Úgyhogy azért vagyunk olyan kevesen, és most már ennyi év után egyre kevesebben olyanok, akik erről még mesélni tudnak első kézből. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmesélte nekünk, és tudunk belőle tanulni, mégiscsak személyes élmények alapján, ami már tényleg egyre ritkábban juthatunk hozzá. Nagyon örülök, hogy találkoztunk, és hogy eljött. Köszönöm hozzánk. Szépen, nagyon szívesen, és nagyon remélem, hogy az utókor, a ifjúság erőt merít belőle. Köszönjük szépen, ez volt már a fehérvári beszélgetések. Köszönjük, hogyha megnézték. Ez a műsor holnap is jelentkezik, tartsanak akkor is velünk. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!